Üdvözlöm Önöket, a heti tévé híradóját látják. Itthonról. Lemondott az MSZP miniszterelnök jelölti posztjáról Botka László, valamint a párt alelnöki posztjáról Újhelyi István. Az ellenzéki politikus tájékoztatása szerint döntéséről értesítette pártja vezetőit, és azokat a szövetségeseit is, akik már eddig felsorakoztak mellé a kormányváltó szövetségbe. Botka László döntését azzal indokolta, hibázott, mert nem gondolta, hogy a demokratikus pártok nem akarnak nyerni 2018-ban. Céljuk csupán annyi, hogy néhány ellenzéki helyet szerezzenek az Orbán rezsim parlamenti padsoraiban. Hozzátette, azt sem tudta, hogy a politikai mafia mennyire behálózta a demokratikus ellenzéket, és alulértékelte a Fidesz aljasságát is. A karakteres szociáldemokrata politika folytatását ígérte Molnár Gyula, az MSZP elnöke. Az ellenzéki politikus úgy értékelte Botka László visszalépését a szocialista miniszterelnök jelöltségtől, ezt a menetet elvesztettük, de a csatát meg fogjuk nyerni. Molnár Gyula közölte, jelenleg nem foglalkoznak azzal, hogy a párton belül új miniszterelnök jelöltet találjanak. A legfontosabb most, hogy együttműködést alakítsanak ki az egyéni választási körzetekben. A demokratikus koalíció úgy értékeli, hogy Botka László, az MSZP volt miniszterelnök jelöltje lemondásával beismerte stratégiájának teljes kudarcát. Az együtt tudomásul veszi Botka László visszalépését. Meggyőződésünk, hogy Orbán legyőzéséhez megújulás és együttműködés kell. Az együtt továbbra is hisz az új pólus listájában is, abban, hogy egyetlen demokratikus ellenzéki jelölt induljon minden egyes egyéni választókerületben, ahogyan azt az elmúlt hónapokban mindvégig hangoztatták. A Médianéző Kft. Igazgatója szerint az MSZP-n belülről és kívülről is megpucsolták Botka Lászlót. Boros Bánk Levente azt mondta, meglepte Botka László lépése, ugyanakkor megjegyezte, ez az utóbbi időben már a levegőben lógott. Hozzátette, egy bizonyos időn keresztül stabil támogatottságot jeleztek Botka Lászlónak, aki az MSZP kongresszusa által megválasztott miniszterelnök jelöltje volt. Az elmúlt időszakban viszont a párton belülről és balliberális ellenzéki formációk és szereplők részéről az is ösztűz zúdult rá. A politológus szerint az MSZP-n az is látszik, hogy nincs stratégiája, nincs jövőképe. Ez hosszabb távon azt is jelenti, hogy az MSZP önállósága is veszélybe kerül, vélekedett a Médianéző vezetője. Fontos, adott esetben életet menthet a fűtőberendezések és a kémények rendszeres ellenőrzése, hangsúlyozták a fűtési szezon közeledtével a kéményseprők, a tűzoltók és a mentők szakszervezeteinek vezetői. Vámos Csaba, a kéményseprők országos szakszervezetének elnöke kiemelte, a lakástüzek, kéménytüzek, gázmérgezések leggyakoribb kiváltó oka az, hogy a tulajdonosok elmulasztják a fűtőberendezések és a kémények karbantartását. Azt ajánlotta a lakástulajdonosoknak, hogy évente mindenki egy-két alkalommal ellenőriztesse szakemberrel a nyílt égésterű fűtőberendezéseket, illetve a kéményeket. Földről. 50-nél több embert megölt és több mint 200-at megsebesített egy fegyveres álmokfutó az Egyesült Államok belé Las Vegasban egy country koncert vége felé, a rendőrség később lelőtte a támadót. A rendőrség később Steven Paddock helybéli lakosként azonosította a fegyverest, de indokaira mindeddig nem derült fény. Egyedül követte el tettét, de az iszlám állam időközben bejelentkezett, hogy magára vállalja a támadást. Az FBI közben cáfolta, hogy a férfinak bármilyen kapcsolata lett volna az iszlám állammal. Az incidens helyi idő szerint vasárnap este 10:30-kor kezdődött a Mandala Bay Hotel és kaszinónál Jason Alden énekes koncertjének vége felé. A támadó a hotel 32. emeletéről egy erkélyről lövöldözött automata fegyverből a szállodával szemben megrendezett szabadtéri koncert nézőire. A lövöldözés kezdetekor az emberek menekülni kezdtek, gyakran egymáson áttaposva igyekeztek kijutni a körzetből, miközben egyre több rendőr érkezett a helyszínre. Sok sebesült még válságos állapotban van, így a halálos áldozatok száma még emelkedhet. Ez a lőfegyveres álmokfutás követelte a legtöbb halálos áldozatot az ország történetében. Az eddig legsúlyosabb támadást 2016. júniusában hajtották végre, akkor egy dzsihadista fegyveres egy orlandói éjszakai klubban lelőtt 49 embert. Donald Trump, amerikai elnök a Twitter közösségi oldalon együttérzését és részvétét nyilvánította a halálos áldozatok hozzátartozóinak és családjainak, valamint a sebesülteknek. A spanyol kormány által el sem ismert erőszakba torkoló katalán népszavazás nyomán tovább nőhet a feszültség Barcelona és Madrid között, mondta az Inforádiónak Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a katalán kormány javasolja a parlamentnek, hogy egyoldalúan kiáltsák ki a függetlenséget.
Az indítványt feltehetően elfogadják a képviselők, véli Nagy Sándor Gyula. A központi kormány erőszakkal gátolja a függetlenedést, letartóztathatnak, bíróság elé citálhatnak egyes katalán politikusokat, de akár a katonaságot is bevethetik. Ez utóbbira azért is kerülhet sor, mert a tegnapi népszavazáskor a tartományi rendőrség nem segítette a spanyol belügyminisztérium irányította csendőrség munkáját, sőt egyes helyszíneken a két szervezet rendfenntartói össze is tűztek egymással. A zavargásokkal kapcsolatban Nagy Sándor Gyula elmondta, hogy a katalán szeparatisták pontosan tudták, hogy ez fog történni, és arra számítottak, hogy a nemzetközi sajtó is azzal foglalkozik majd, hogy a spanyol kormány aránytalan erőszakot alkalmazott. Ezzel jogalapot teremtve a függetlenség kikiáltásának. A szakértő szerint a jövőben a katonaság bevetésével tovább fokozódhat az erőszak, és a tegnapinál sokkal durvább képsorokat fogunk látni a következő napokban. Helytelen lenne pénzügyi büntető intézkedésekkel sújtani Magyarországot és Lengyelországot, amíg lehet velük párbeszédet folytatni, mondta Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. A brüsszeli uniós végrehajtótestület vezetője a Bild című német lapban megjelent interjúban hangsúlyozta, hogy a jogi előírások tiszteletének az egész Európai Unióban érvényesülő európai erénynek kell lennie. Brüsszel erről sportszerű megbeszéléseket folytat Lengyelországgal és Magyarországgal, de egyelőre nem sikerült előre haladni. Arra a kérdésre, hogy miért annyira visszafogott azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy csökkenteni kell a jogsértést elkövető tagállamok EU támogatását, Jean-Claude Juncker azt mondta, hogy helytelen lenne pénzügyi szankciókkal sújtani Lengyelországot és Magyarországot, amíg a párbeszéd szakaszát nem zártuk le. A brit munkáspárt újra nekifut annak, hogy legyőzze a szervezeten belül burjánzó antiszemitizmust. Most éppen azon vitatkoznak, hogy szabad-e tagadni a holokausztot, ugyanis valaki ezt vetette fel a párton belül. Olvasható az israelnationalnews.com cikkében. Amióta Jeremy Corbyn vezeti a baloldali pártot, állandóak a botrányok. Maga az elnök egyszer barátinak nevezte a Hezbollahot, az iszlám államhoz hasonlította Izraelt, és kapcsolatot tart fenn az ismert holokauszt tagadó Paul Eisennel. Az új belső szabályozást a Jewish Labour Movement javasolta. A pártban mások az anticionizmust, mint legitim politikai diskurzus szeretnék elfogadtatni. Corbyn támogatja az antiszemitizmus elleni új szabályokat, a cikk szerint nem függetlenül attól, hogy figyelmeztették rá. Ameddig a zsidó szavazókat eltaszítják maguktól, nem fognak tudni választást nyerni a konzervatívok ellen. A Hamász mozgalom vezette gázai minisztériumok azonnali átvételére tett ígéretet a gázai övezetben tárgyalásokat kezdő Rami Hamdallah, a ciszjordániai székelyű palesztin hatóság miniszterelnöke. A palesztin hatóság kormánya rövidesen megkezdi a ténykedését Gázában, mondta Hamdallah az izraeli Erez város határátkelőjénél. Azért vagyunk itt, hogy közöljük az egész világgal a gázai övezet szívéből, hogy a palesztin állam nem jön létre Gáza és Ciszjordánia egysége nélkül, tette hozzá. A Hamas 2007 nyarán fegyveres erővel ragadta magához a gázai övezet ellenőrzését, előzve a rivális, mérsékelt Fatah mozgalom tisztségviselőit. Az iszlamista szervezet a múlt héten jelentette be, hogy átadja a gázai övezet feletti hatalmat egy Rami Hamdallah vezette egységkormánynak. Gazdasági híreink. Az előző év azonos időszakához képest 16,8%-kal több 9607 új személyautót helyeztek forgalomba szeptemberben, az év első 9 hónapjában, 2016. január-szeptemberhez képest pedig 19,1%-kal több 82.681 új autó került forgalomba. A személyautók szeptemberi és az első háromnegyedévi forgalomba helyezési adatai azt mutatják, hogy a piac trendszerűen meghaladja a várakozásokat. Így a korábban várt 102.000 helyett 112.000 személyautó eladására számít az idén. Végül sport. Az FC Barcelona hétfőn egy hivatalos közleményben jelentette be, hogy a klub csatlakozik a Table for Democracy országos felhívásához, és sztrájkolni fog kedden. Ez azt jelenti, hogy az együttes egyetlen játékosa, mint utánpótlás, mint felnőtt szinten nem fogja felvenni a munkát, vagyis senki nem fog edzeni holnap. Továbbá a klub egyetlen épülete sem lesz nyitva. Mint ismert, a spanyol hatóságok keményen, erőszakkal léptek fel a katalán függetlenségi népszavazás során, több mint 400 ember sérült meg az összetűzésekben. Ennek kapcsán azt mondta a klub, határozottan elítéljük az állami biztonsági erők által elkövetett erőszakot, amivel megakadályozták a vasárnapi népszavazást. Most következik az időjárás jelentés, híreinkről pedig bővebben a hetitv.com, illetve a brauerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!
Üdvözlök minden kedves tévénézőt! Kisé borút lesz ma az őszi égbolt, de remélem ez nem mutat hasonlóságot a kedvünkkel. Ma északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és a déli óráktól szórványosan várható eső, záporeső. Az északnyugati szél fokozatosan megerősödik, gyenge hidegfront érkezik, igaz jelentős lehűlés nem lesz, marad a 15 és 20 fok között a napi csúcshőmérséklet. Valamiért beállt 20 fokra az őszi maximum, és szerencsékre ez idáig tartotta és tartja is formáját, még a napokban, így holnap is. Szerdán csökken a felhőzet és mérséklődik a légmozgás, változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel, keleten még egy-két záporral. Szintén 20 fokos értéket mérhetünk napközben, az ablak több millió higanyszálát nézegetjük egy szabad pillanatunkban. Legyenek derűsek, ne engedjék, hogy egy-két sötét felhő kedvünket szegje. Tudják, a felhők felett mindig kék az ég. Köszönöm, hogy velem tartottak, a mielőbbi viszontlátásra holnap.